Sziasztok, Betty vagyok, ez pedig a Golden Milk, a Wellness Podcast új adása. Itt a nyár, most már nem csak naptár szerint, de remélhetőleg az időjárás is marad napos és meleg a sok esőzés után. És nagyon remélem, hogy ti is rengeteg tervvel várjátok az elkövetkezendő hónapokat, és sok szabad időt fogtok a természetben, illetve a szeretteitekkel tölteni. Szeretnék egy szuper programot a figyelmetekbe ajánlani július 8-án, szombaton, ami nem más, mint a Global Wellness Day, ami a wellness, én idő és az egészség fontosságára hívja fel évek óta az közönség figyelmét. Rengeteg izgalmas előadással és termékkel várnak minden érdeklődőt, a helyszín pedig nem más, mint a Patinás Széchenyi fürdő, úgyhogy én ott leszek, és hogyha szeretnétek találkozni, illetve szuper előadásokat hallgatni, akkor szombaton, június 8-án találkozunk a Szecskában. Részleteket és mindenféle plusz információt pedig Instagramon fogok megosztani veletek, úgyhogy figyeljétek majd a posztokat. A mai vendégem Győri Barbi, akinek a tesója is szerepelt már a podcastben, úgyhogy a szülők valamit nagyon jól csináltak, és büszkék lehetnek a csemetéikre. Barbival legfőképpen a helyes táplálkozásról és életmódról beszéltünk, és én ezt az epizódot igazából mindenkinek fölírnám receptre, ezt mindenkinek hallania kellene, ugyanis annyi hasznos információt osztott meg velünk, annyi mindenre fölhívja a figyelmet, amire egy picit, hogyha csak odafigyelnénk a mindennapokban, többet tehetnénk a gyomrunk egészségéért, hogy szerintem mindenki jegyzeteljen bőszen, és fogadjon meg legalább egy tippet Barbie ajánlásai közül, és az biztos, hogy meg fogja hálálni a gyomra. Hallgassátok szeretettel, és ajánljátok barátaitoknak, hogy ők is tisztában lássanak ezzel kapcsolatban, és hát vágjunk is bele! Szia, Barbi! Szia! Mesélj nekünk, Barbi, hogy vagy az életedben ennyire meghatározó az egészséges táplálkozás, illetve a testmozgás, hogy alakult ez ki nálad? Én 6 évesen jelentkeztem, akkor még nagyon öntudatos kislány voltam, és eldöntöttem, hogy már pedig én táncolni fogok, amikor a Madách Színházban megláttam a... nem is tudom, melyik előadás volt talán... Muzsika hangja. Igen, és mondtam, hogy én ott fogok fönt táncolni, és pont akkor indult egy ilyen mozgásművészet tagozatos osztály Kispesten, és én a kis Duci kislány. Duci voltál? Igen. Hát szia! Annyira azért nem vasgyúró, de hát főleg a többiekhez képest, a táncosokhoz képest, akiket fölvettek mellém, hozzájuk képest én azért eléggé Ducinak számítottam. És én teljesen biztos voltam benne, hogy be fogok ide kerülni, anyukámék azért megnyugtattak, hogy semmi gond nem lesz, ha mégsem, ők azért annyira nem hittek bennem, mint akkor én saját magamban. És oda fölvettek, így kerültem be egyáltalán a mozgás környezetébe, és akkor 6 éves korom óta táncolok, és egyszerűen, hát az életem részévé vált. Végig kísért az egészet. Így van, tehát így csöppentem bele ebbe az egészbe, abban, hogy tulajdonképpen minden nap része az életemnek a mozgás, azt, hogy csinálok valamit, edzem, az edzés az nyilván később jött, az is egy nagyon érdekes véletlen folytán, de maga a mozgás az mindig is az életem része volt ennek köszönhetően. És ilyen vonalon képezted is magad akkor később? Én nagyon szerettem volna a tánccal tovább menni, aztán 18 évesen, mikor elérkezett a pályaválasztás, akkor realizálódott, hogy arra vagy az ember fölteszi az életét, és akkor azt csinálja x ideig, aztán vagy lesérül, vagy kiöregszik, és akkor koreográfusként, vagy nem is tudom, tánctanárként folytathatja, egyébként pedig máshol babér nem nagyon terem neki. És akkor elindultam egy teljesen más irányba, a tánc az megmaradt hobbinak, illetve pénzkereseti lehetőségnek később. És a személyi edzés, meg egyáltalán ez az aerobik vonal, ez pedig teljesen az egyik exem által érkezett az életembe. Elmentem bele egy nyílt napra, és akkor végül én iratkoztam be a fitness iskolába. És ő el sem végezte? Nem, ő máskor végzett, mert szép, mert mindegy, lényegtelen. De utána én elvégeztem, a fitness akadémián végeztem egyébként, és ő pedig aztán teljesen máshol, nem tudom, hogy melyik iskolában. És akkor utána is kezdtél rögtön személyedzőként dolgozni? Nem, én a Starbucksban dolgoztam egyébként, és alapvetően a súlyzós edzés nem volt része az életemnek.
És ez nagyon vicces, hogy beiratkozom egy aerobik oktató személyi edző tanfolyamra, de alapvetően nem jártam nagyon konditeremben. Tehát én ott tanultam meg mindent, illetve volt egy nagyon kedves barátom, aki szaktársam volt, és ő pártfogoltságába vett, és akkor igazából vele kezdtem el edzeni, és aztán kitaláltam, hogy én szeretnék felkészülni fitness versenyre. Ez nyilván nekem is jó, mert megtanulom a diétának ezt a részét is. Ez azért elég kőkemény, sanyargatós, nem egészséges diéta. Illetve akkor ugye az edzés részét is, hogy ezt hogyan kell fölépíteni. A határaimat is, és mindent megtanulok, amit én szeretnék, illetve egy jó promóciónak gondoltam, hogy majd lesznek rólam nagyon szép képek, nagyon szuper, és majd akkor biztos sokan elkezdenek edzeni. Ez volt igazából az alap, amiről elindultam, és igen, felmondtam végül a Starbucksban, és így kezdtem el személyi edzősködni. És elkezdtek sokan edzeni a hatásodra, legalább a környezetedben? A környezetemben végül is igen. A versenydiétámat a Starbucksban csináltam végig, tehát az nagyon durva volt, hogy adtam ki a sütiket, és akkor, mikor már étlen szájában vagyok, igen, és annyira befeszültem az egésztől, hogy eldöntöttem, hogy ezt így nem, és arra gondoltam, hogy akkor ugye elkezdtem beszélgetni az ismerőseimmel, tudták, hogy személyi edzéseket szeretnék tartani, viszont akkor még időben nem volt erre kapacitásom. És akkor mondták, hogy ők nagyon szívesen jönnének hozzám, és gondoltam egy nagyot, mondtam, hogy akkor felmondok, lesz, ami lesz. 1-2-3 hónapig, amíg ezt felépítem, addig csak megélek valahogy, és végül is 1-2-3 ember elkezdett hozzám járni, és akkor így 3-4 hónap alatt végül is eljutottam oda, mint hogyha a Starbucksban dolgoznék, illetve hogy akár többet is tudtam ezzel keresni. Úgyhogy igazából így épült fel, és így tudtam kiszállni. Uh-huh. És van olyan ágazata a fitnessnek, amiben így jobban elmerültél, vagy milyen jellegű edzéseket tartasz, mi a te vonalad? Én nagyon szeretem a súlyzós edzést, most egyre jobban szeretem a köredzést, illetve az eszköz nélküli edzést, úgyhogy nálam ez teljesen változó, illetve a vendégeim alakítják tulajdonképpen. Ugye nem mindenki szeretne súlyzóval edzeni, nem mindenki szeretne feltétlen funkcionális edzést, és próbálom így okosba megoldani, hogy ők ne vegyék észre, hogy mit, hogyan csinálok. De mégis egy személyre szabott. És hogy ők is, igen, éppen súlyzózik, de nem veszi észre, hogy súlyzózik, ez nagyon furcsán hangzik, de igen, igazából őtőlük függ. Nincs feltétlen így külön szakértői, nem tudom, nem egy cross-tréner, vagy egy cross-tréner, igen. Hanem úgy próbálok mindent vegyíteni. És a dietetika vonal akkor nyilván adott volt, hogy mivel a testedzéssel foglalkozol, akkor nyilván a táplálkozással is kell. Gondolom kezdődött azzal, hogy aki le akar fogyni, annak elkezdtél étrendet összeírni, vagy ez hogy jött? Nem. Alapvetően a személyi edzőiskolában a táplálkozásnak nagyon az alapjait tanulod meg. Tehát azzal egy étrendet összeírni, ez nagyon bátor dolog. És a legelején talán egyszer csináltam az egyik vendégemnek, mert nagyon könyörgött érte, hogy segítsek. Nyilván az én saját tapasztalataimat tudtam neki átadni, amivel nagyon sokan biztos, hogy nagyon sok pénzt keresnek, de én ezt így lelkiismeret nélkül nem szerettem volna csinálni, és tudtam, hogy nincsen megfelelő tudásom hozzá, úgyhogy csak az edzés vonala volt nekem nagyon sokáig. És amikor kérték a segítségemet, akkor vagy elküldtem őket valaki olyan szakemberhez, akiről én is tudtam, hogy ráhallgatnék, vagy azt mondtam, hogy keresen egy dietetikust, próbáltam őket elirányítani olyanhoz, aki azt gondoltam, hogy nálam többet ért hozzá. Majd, mivel annyian kérték a tanácsomat, rájöttem, hogy hát akkor... Miért is nem? Igen, szívjam föl magam, és neki kell állni, meg kell tanulni, idő, energia, pénz, de lehet, hogy akkor megéri, hogy akkor tényleg én tudok neki mindent így a kezébe adni egy pakba, hogy menjen, vigye, és akkor teljes életmódváltást tulajdonképpen az én segítségemmel tud elérni, és akkor nem kell bevonnom senkit. Uh-huh. Így alakult ki a táplálkozás. Hát most már több mint másfél évvel ezelőtt kezdtem ebbe beleásni magam úgy mélyebben, és elég erőteljesen. De magadat képzed, vagy suliba is tanultad? Elvégeztem egy alapképzést. Ez is egy olyan dolog, hogy egyrészt a tapasztalat tanít, másrészt meg különböző képzések és nagyon sok könyv. Tehát amikor
ülsz, hogy jó, de mit olvassak, és hogy olvassak, és mi a jó, kire hallgassak, akkor nekem is megvan ugye az én elképzelésem, nekem nagyon sok spirituális elképzelésem is van, amiatt, ahonnan én jöttem, és ahogyan én is éltem, meg amiket megéltem, mert nekem is volt ezzel problémám régen. Van akire azt mondom, hogy nekem nem jó leghitelesebb, nem annyira fogadom be, van akire viszont azt mondom, hogy wow, nagyon szuper, és nagyon sokat olvasok, és próbálom úgy megszűrni az információt. Nyilván, amit több helyen hallok és olvasok hozzáértőktől, akkor azt mondom, hogy ez lehet, hogy nem hülyeség. De alapvetően mindent elolvasok, és mérlegelem, hogy ez így jó lehet, beépíthető-e, érdemes-e. Yes. Akkor ezzel igazából meg is válaszoltad a felét a következő kérdésnek, mert pont ez lett volna, hogy ugye óriási nagy információ áradat van, és amit egyik nap olvasunk, hogy az nagyon egészséges, másik nap kiderül róla, hogy rákkeltő, vagy hogy nem is a szénhidrátra kell annyira odafigyelni, hanem a zsírokra, utána azt mondják, hogy a zsírt azt igen lehet orba szájba, csak a szénhidrátot nem, és ugye rengeteg tévkép van az embereknek a fejében, mert ugye nagyon sokan nem egy életmódot szeretnének váltani, hanem gyorsan egy diétát, hogy nyárra jól nézzenek ki. Gondolom, te ennek az ellentétét próbálod csújkolni, hogy inkább egy életmódváltást kellene igénybe venni, vagy kivitelezni. De hogy akkor említetted ugye, hogy rengeteget olvasol, próbálod így megszűrni ezeket az információkat, meg hogy ugye egy spirituálisabb vonalat is képviselsz. Nagyon sokféle diéta van, mondjuk paleolit, avegán, sorolhatnánk most ez a ketogenikus is, ugye nagyon-nagyon felkapott. Te miben hiszel? Én az egyensúlyban. Uh-huh. Ez egy teljesen közhely, de egy átlag ember, aki élt egy bizonyos fajta életmódot eddig, az nagyon nehezen fogja tudni megugrani, hogy holnaptól egy teljesen másik életvitelt folytasson. És ezért nagyon fontos, hogy az emberek tudomásul vegyék, hogy ez egy marha hosszú folyamat, ez neki is figyelnie kell a saját testét, mert nem én élek az ő testébe. Uh-huh. Tehát én nagyon sok mindent tudok, megtanultam, hogy alapvetően biológiailag, kémiailag mi hogy működik, viszont ahány ember annyiképpen reagál zöldségekre, gyümölcsökre, és lehet, hogy mondjuk egy vérkép ki sem mutatja, de ez is egy külön sztorit érdemel, mert ami itthon normális értéknek számít, az például Németországban már nem normális értéknek számít. Igen, például a hisztamin intoleranciánál ez egy nagyon fontos tényező, hogy ami itt nálunk még nem számít hisztamin intoleranciának, az ott kint már bőven. Szóval ez is egy elég összetett téma, és most megint belezavarodtam a nagy mondandómba, mert mindig... De nem baj, mert most is mondtál pont, hogy belezavarodtál ezáltal érdekes dolgot, úgyhogy nyugodtan ömlezd a tudásod ránk. Szóval, de várjál, hol tartottam, vagy mivel kezdtem el egyáltalán? Hogy a te szemléleted az ugye az egyensúly. Köszönöm szépen, igen. Tehát az egyensúly az, hogy figyelnie kell a saját testét és szervezetét, és azt, hogy reagál, és a legtöbb ember ezt nem csinálja. És én ez az egy hónapos étrend, amit én megírok, az igazából az egy útmutató, és arra kérem őket, hogy figyeljék minden egyes ételre a reakcióikat, hogy hogyan érzik tőle magukat, mert én megmondhatom, hogy te szénhidrát típus vagy, neked ez jót kell, hogy tegyen, de ha nem tesz neki jót mégsem, mert valami van, akkor kuka az egész. És akkor ezt folyamatosan így kozmetikázzátok, felírsz valamit, ő elkezdi folytatni, és elkezdi figyelni a testét, és akkor gondolom kontaktba vagytok, rád ír, beszéltek telefonon személyesen, és akkor ott már kezdett kiismerni, hogy milyen típus az az ember, és akkor még jobban személyre szabod, vagy ennek mi a menete? Általában elsőre bele szoktam nyúlni a tutiba, és ez most nem önfényezésből, hanem egyszerűen, mert tényleg a tapasztalat az már így mellettem szól. De van olyan, amikor mondjuk megijed az ember, hogy valami történik vele, mondjuk székrekedés, és akkor egyből tudom, hogy oké, akkor most lehet, hogy ezt a zöldséget, akkor ezt most cseréljük ki, és mondjuk lehet, hogy egyetlen egy zöldség, vagy mondjuk egy olyan konzerv, amire nem gondolt, de amikor ő megküldi, hogy miután volt neki panasza, egyből tudom, hogy mit kell kidobni akkor, és mit tudok helyette behozni, és ez tényleg csak annyi, hogy mondjuk van, aki nem bírja a karalábét. És akkor igen, és amúgy meg elmész egy ételintolerancia tesztre, hogy nyilván nem fogja a karalábét kihozni, hogy ezt... Lehet, hogy kidobhatja egyébként, csak a legtöbb ember azért nem megy el egy ennyire összetett és behatóan megvizsgált intolerancia tesztre.
ami nem baj, mert én tényleg ebben hiszek, hogy tapasztalja ki, és a saját testén lássa meg, hogy ez nem jó, az ilyen hatással van, hogy ettem kakaócsigát, nagyon szarul voltam tőle, butaság volt, lehet, hogy többet nem fogom megenni. És én ezeket a mondatokat imádom. Hát én próbálom most már lassan 29. éve figyelni magamat, és odafigyelek a táplálkozásomra, de én még mindig nem tudom megszűrni 100%-ra, hogy mi az, ami nekem problémát okozhat, de majd erről podcasten kívül, nem akarom a hangyomat itt a hallgatók elé, vagy elétek szárni, ja. Aggódjatok, nem fogunk ilyen undi részletekbe menni. Úgy ez nem undi, ez nem nagyon érdekes, hogy a gyomor meg a bélrendszer az mit tud okozni, illetve mi mit tudunk okozni a bélrendszerünknek, és ez így szimbiózisban hogyan teszi tönkre egyik a másikat. Na, például, hogyha erről mesélnél, mert hogy ez a következő kérdés, tőleg így érzed, hogy mi jön egymás után, mert hogy a gyomrunknak az egészségéről szerettem volna egy picit részletesebben beszélni veled, hogy a bélflóránk mennyire fontos, illetve hogy ez az egyik legnagyobb szervünk, ami kihat az egész testünkre, illetve a hangulatunkra, mindenre, meg hát ugye egy nem egészséges gyomor az rengeteg betegséget is hozhat magával. Ezzel kapcsolatban te mit látsz, mennyire látnak tisztán az emberek, mennyire figyelnek oda, mi az, amit a nagy átlag jól csinál, vagy kevésbé? Azt látom, hogy egyáltalán nem figyelnek oda, és nem is tulajdonítanak neki jelentőséget. Hát amikor egy refluxos ember azt mondja, hogy beveszi a sablekötőt, és akkor utána kávé, pia, és nem érdekel, eszem a pizzát, és utána még egy sablekötőt, aztán még egy bort megiszok, akkor azt látom, hogy nem keresi az emberek 80%-a a megoldást. Csak szeretné, hogy valaki megváltsa őket, és legyen megoldás a valami kívülről, de őnek ne kelljen érte tennie. Na most ez nem így működik, ez sajnos egy elég mély dolog, vagy hát szerencsére igazából. A bélrendszer, ez konkrétan az immunrendszerünknek így a 90%-a, tehát hogyha ott valami nem működik, akkor az mindenre kihat. De olyan szinten, hogy akár ekcéma, bőrproblémák, felszívódási zavarok, ehhez köthetően nagyon sok minden egyéb probléma társulhat, akár depresszió és a többi. Szóval nagyon, nagyon durva dolgok ki tudnak alakulni csak azért, mert a bélflóra egyensúlya teljesen felborult. Hát ezzel valóban tényleg nincsenek sokan tisztában. És ugye a legrosszabb, hogy a stressz az, ami a legeslegjobban fel tudja ezt borítani. Na most mit hallunk? Sietek, nem érek rá, megint túlóráznom kell a főnököm, meg társai, és hogy elegem van, és még a kölyök is itt ült, és nekem erre nincs idő, én nem tudok edzeni, és semmire se itt, és mindenki idegben van tulajdonképpen. Na most ez az, ami még totál rá tud tenni az egészségre, és abba az irányba tolja el, ami elrontja a bélflórát, és onnantól kezdve a bélflóra egyensúlyának a felborulása miatt visszahat az egészséged, de kvázi ugyanúgy stresszes leszel. Tehát ez így ilyen... Igen. A saját farkába harap az ember tulajdonképpen. És amúgy, hogy a például ezt akut módon próbáljuk kezelni, hogy nem tudod kikerülni, mert egyszerűen vagy olyan ember vagy, aki nem tudja elengedni a dolgokat, és folyton stresszelsz, vagy pont egy olyan helyzetben vagy életedben, amikor picit stresszesebb, és próbálsz mondjuk így akut módon a bélflórádnak egy picit jót tenni, és mondjuk ilyen probiotikumokat használni, akkor az tud segíteni, vagy tényleg gyökerestől kell kiszedni a stresszt? Átmenetileg tud segíteni, de egy probiotikum nem megoldás semmire. Tehát komplett életmódváltás, nagyon sok olyan étel van, ami egyébként pro- és prebiotikus, ezek fogyasztása, és el kell menni pszichológushoz, kineziológushoz, coachhoz, bánom is én, sámánhoz, ahogy te hívod, és amiben te hiszel, de igenis segítséget kell kérni, mert azt, hogyha valaki stresszben él, és a napja 90%-át stresszben éri le, az nem normális dolog. És értem én, hogy ez manapság nagyon menő. Hát ez egy betegség. Igen, meg hogy 18 órákat kell dolgozni, meg panaszkodni, hogy minden rossz, de ez hosszú távon tönkre tesz mindent. És aki ezt nem látja meg, hogy egy külső segítség kell ehhez, az tulajdonképpen menthetetlen. Én azt gondolom, és a maga... Én ezt a hármas kombót szoktam mindig mondani, edzés, étkezés és a lelki egyensúly. Ez a három. Ha ebből bármelyik nincs meg, akkor igazából, de főleg a lelki egyensúly, tehát az az, ami mindent felborít.
És ki gondolná tehát, hogy ez ennyire nagy hatással van. És ki foglalkozik vele. Rendben legyen, igen, hát nagyon kevesen. Igen. De egyébként, ha már az étkezést, meg az edzést helyre teszed, akkor elindulhat egy olyan változás, ami elő tudja idézni, hogy idővel talán el fogsz jutni oda, hogy segítséget kérj egy hozzáértő mentális szakembertől. Igen, meg azért az edzés az kikapcsol, olyankor tényleg nem stresszelsz. Igen. Hogyha jó edzést választasz, és igen, nem azon görcsöz, hogy úristen, de én vagyok ezen az órán. Vagy már eleve az, hogy utána ugye nincs ez a lelkiismeret fordulás, hogy oh, ma se csináltam semmit, hanem olyankor büszke egy picit az ember magára, hogy igenis tettem magamért, és egy őrült rohaló napom volt, de volt másfél órám, amikor leszaladtam a terembe, vagy leszaladtam a parkba futni, vagy bármit csináltam. Szerintem az így nagyon szorosan összekapcsolódik a lelki egyensúllyal. Igen, és ez nagyon fontos is lenne egyrészt, hogy kikapcsoljon, másrészt meg kell az izomzatnak, az ízületeknek, a csontoknak kell a terhelés. És amíg mindenki jön azzal, hogy 50 évvel ezelőtt is ették a zsíros kenyeret, meg akkor sem mentek edzeni, nem, kint kapált a földön 12 órát, aztán megette a zsíros kenyeret, amit a saját malacából csinált, tudja, hogy mit evett a malac, a kenyeret kovászolta, és otthon sütötte meg magának, marhára nem ugyanaz. Jó, ismét megválaszoltad a következő kérdést, köszönöm szépen, az ételek alapanyaga mennyire fontos, mennyire határozza meg szerinted, gyökeresen meghatározza azt, hogy mennyire egészséges egy étel, tényleg a bio az ennyire fontos-e, meg az organikus, de megválaszoltam. Nem feltétlen erre akartam kiukadni, hogy a bio és csak a bio és társai. Egyszerűen csak azt kell tudomásul venni annak, aki így a múltban él, hogy régen is ették a kolbászt, és nem volt senkinek semmi baja, meg ették a kenyeret, nem volt gluténérzékeny. Vegyük tudomásul, hogy az a kenyér, az nem az a kenyér, mint amit most megkapsz a pékségben. Uh-huh. És persze most már ez is elindult egy egészségesebb útvonalon, meg becsapós, mert itthon is azért van, ami biónak van eladva, de mégsem bió. Szóval van ilyen? Én ettől rettegek mindig. És egy fogyasztói társadalomban élünk, szerintem nagyon sok ilyen van, és most nem besározni akarok senkit, de szerintem van, mint ahogy nagyon sok minden nem jelenik meg a címkén, aminek meg kellene jelennie. De amire törekedni kell, az, hogy nagyon jó, például a piacra járás. Uh-huh. Azt imádok. Igen, tehát ha már nem a bevásárlóközpontban veszed meg, hanem mondjuk a termelőnénitől, vagy a legjobb, hogyha a nagypapa kertje, és letéped az almát, és onnan veszed meg, és jó, nyilván nagyon sokunknak ez nem adatik meg, én is panelgyerek vagyok, én nagyon sokáig nem találkoztam ilyennel, párom Dani édesapjának van saját zöldsége, meg gyümölcse is, valami elképesztő, amikor frissen szedem le a málnát, és áh, na szóval nem ugyanaz, mint amit megveszek a Tesco-ban. Ezeknek ereje van, mint ahogy annak is, hogy a csirkék 15 nap alatt felnevelik, jó sarkítók, de hogy telenyomják. Igen, és te azt megeszed. És most itt elnézést kérek a vegánoktól, meg a vegáktól, én húsfogyasztó vagyok, mert szeretem, de azzal én sem értek egyet, hogy az agyon szteroidozott csirkét együk. Igenis próbáljunk termelőit, hazait, és ha már esztük, akkor tudjuk, hogy az honnan van, és nagyjából milyen keretek között nőhetett fel. Ugyanez vonatkozik a zöldségekre. Minél frissebb, minél jobb minőségű. Nem ez az agyon, látod, hogy semmi hibája nincsen, tehát agyon van génkezelve, és íze már nincs, de gyönyörű, szép, nagy és fényes. Szóval, hogy ezt kell megtalálni, hogy az is jó, ha már átállsz egyáltalán, mert a legtöbb ember odáig sem jut el, hogy zöldséget vegyen, mert a paradicsom paprikába kimerül egy így reggelire, és ez most igen, nevetünk, de sajnos tényleg így van. Ez annyira távol áll tőlem, és biztosan rengetegen élnek így, csak számomra ez annyira idegen dolog. Ez jó, ez nagyon jó. Ennek örülj, és erre legyél büszke. Én bízom benne, hogy egyre többen lesznek, meg leszünk, akik ezt így látjuk, hogy erre szükség van, hogy minél többféle zöldséget fogyasztunk, de az átlag magyar, Az a paradicsom, paprika és csalamádé, de az a jó tartó, sítószeres, igazi, cukros csalamádé. Nem az a fermentált. Igen.
Hát fermentált, hát szörnyű, hogy nekem el kellett mennem egy fermentáló tanfolyamra, mert én még ilyet életemben nem láttam, hogy otthon bárki nekem csinált volna, vagy hogy hogyan készül, és pofon egyszerű dolog, és én is elkezdtem, és imádom, és most mindent fogok fermentálni, amit csak tudok. Ez nekem is tervben van, mert ugye nagyon jót tesz a gyomornak, a bélflórának, meg én amúgy is szeretem ezeket a dolgokat, ezeket a fajta ételeket, meg nagyon szeretem a keleti ételeket is, és annak ugye nagyon sokszor az alapja, és néztem már videókat, hogy hogy kéne, picit félek tőle, de lehet, hogy akkor én is belevágok majd egy ilyen projektbe. Én is féltem tőle, és ezért mentem el egy tanfolyamra, hogy na majd itt megkapom az önbizalmat, megkaptam egy kis füzetecskét. Valakinek lehet, hogy ez a tanfolyam sem kellett volna. Én mondom, panel proli révén. Régen még malacot se láttam ugye az állatkerten kívül, tehát hogy nekem ez sajnos muszáj volt, de megtanultam, amit amúgy nem kellett volna, és tökéletes, és isteni finom, és nagyon jó, és eszem, és jól vagyok tőle. Szóval mindenkit arra biztatok, hogy fermentáljon, mert nagyon jó dolog. És mit csináltál eddig káposztát? Káposzta, cégla, rizs. Rizst? Igen. Wow, na ilyen, ezt már nem hallottam. Igazából annyi csak, hogy beáztatod 24 órára. Nem véletlen áztattak régen nagyanyáink hüvelyeseket és társaikat egy teljes napig. Simán csak vízbe? Simán csak vízbe, lezárva. Igen, hát nyilván tisztított víz kell hozzá, szobahőmérsékletű tisztított víz, és lezárod a felöntött vízzel mondjuk egy hatalmas befőttes üveget 24 óráig. És ez azért jó, mert elindul ugye a fermentálódás, és nagyon sok minden előemésztődik benne kvázi. Az emésztésnek sokkal könnyebb dolga van, mert ugye a hüvelyeseknél is főként az a probléma, hogy nagyon nehezen emészthető, és akinek gyomor problémája van, meg bél problémája annak, nagyon komolyan meggyűlik vele a baja, van, aki emészteni sem tudja, na emiatt nagyon sok olyan más jellegű problémát vont magával, ami nem a legjobb, viszont ezzel már, hogy mondjuk akár fermentáljuk őket, nagyon sokat tehetünk azért, hogy előemésztődjön kvázi, és a beleinkről levegyük a terhelést. És akkor ezt lezárod 24 órára a rizst, és utána meg puhul annyira, hogy már lehet enni, vagy ugyanúgy meg kell főzni? Utána én leöntöm róla a levet, azt most elkezdtem használni a hajamra, meg az arcomra, mert hogy a kínai nénik ezt csinálják. Jó, és ott olyan szép. Bocsánat, hogy eltérek a tárgytól, de hogy most tesztelés alatt van, mert én nem használok arckrémet, és szeretnék fiatal maradni még sokáig. És most ezt kezdtem el tesztelni, hogy a fermentált rizsvízzel mosom az arcomat, illetve öblítem le a hajamat, és egyébként sokan használják erről, most kezdtem el olvasni, nekem ez eddig teljesen új volt, és amúgy tetszik. És leöntöd a vizet egyébként tehát kiöntöd ezt a fermentált vizet, ezt elteszed, ez pár napig tök jól felhasználható, és magát el is meg egy új vízben megfőzöd. Aha. És mondjuk nekem sokkal puhább lett, viszont ilyen picit és savanyú tej illata van az egésznek, a víznek is, meg egy picit a rizsnek is, de valami mennyei finom. Olyan jól esik, hogy eteti magát. Úgyhogy most szeretnék ezt egy csicseri borsót, meg mindent, kölest, mindent meg. De jó, szuper, na ezt tudni, hogy ki fogom próbálni. És ez is nyilván a rizst ugyanúgy előemészti, a rizs egyébként nagyon jót tesz. Bizonyos formában fogyasztva a beletnek, majd erről is beszélni fogunk. Jó. Igen, ez is ami még fontos, hogy nagyon sok mindent nem úgy fogyasztunk, ahogy kellene, mert nem tudjuk, hogy mi tesz jót is, és mi nem. És elfeledtük mindazt, amit régen nagymamáink, dédnagymamáink tudtak. Például ugye a kovászos kenyer. Én nem tudok kovászt csinálni még, ezt is meg szeretném tanulni, és szörnyű, hogy ezt is tanulnom kell, mert nem tudtam dédnagymamától megtanulni. Igen, nincs, aki már tanítja. De nagyon szeretném, és az is egy nagyon jó dolog. És említetted a bélflóra egészségével kapcsolatban, ugye ezeket a fermentált ételeket, amik nagyon jót tesznek neki. Mit ajánlasz még? Mi az, amivel kifejezetten tudunk neki segíteni? Alapvetően egy kiegyensúlyozott étrenddel. Tehát mondjuk, ha megesszük reggelire a péksütit, meg utána megiszunk 3 kávét, és eszünk 3 kanál fermentált káposztát, akkor nyilván csoda nem fog történni. De az a durva, hogy ezt is el kell mesélni, mert az emberek azt gondolnák, hogy mint a fehérjesék, az is ilyen, ja, hogy megiszom egy fehérjeséket, de zabálok, mint az állat, és nem fogyok a fenébe. Szóval ugye ez teljesen ugyanaz a sztori, teljes életmódváltás. Ideig el kell jutni, hogy vegyük tudomásul, hogy nem kell lemondani a csokiról, én is csoki függő vagyok, én is eszem. Csak tudni kell, hogy mikor, mennyit és milyen módon, de az első az az életmódváltás.
És az, hogy elfogadjuk, hogy vannak olyan ételek, amikről a bélflóránk egészségügyében le kell mondani, pláne akinél komoly panaszok vannak, őnekik kellene a legjobban erre odafigyelni. Nagyon sokan nem hajlandók meghozni ezt az áldozatot, ott nyilván nem tudunk segíteni, marad a gyógyszer, és támogatjuk vele a gyógyszeripart. És a gyógyszer az hosszú távon szerinted károsabb is? Vagy tényleg tud segíteni? Nem szeretném kihúzni a gyufát a gyógyszeriparnál, meg nem ennek vagy a híve. Nem vagyok a gyógyszer híve egyáltalán. Nyilván maga a természetgyógyász, illetve spirituális beállítottságom miatt sem. Meg látom, hogy igazából az egyik gyógyszer generálja a másikat, és nem véletlen épült erre ez a hatalmas iparág, ami nagyon-nagyon jó hozza a bevételt. Tehát alapból, ha normális táplálkozás rendben van, mindenki úgy eszik, ahogy az számára megfelelő, ehhez kell ismerni a testedet, megvan a lelki egyensúly, mindenki úgy él, ahogy az számára megfelelő, plusz még megfelelő testmozgást is végez, akkor nagy baj nem lehet. Nem igazán. De lehet amúgy, hogy sokszor azért sem akarnak változtatni ezek az emberek az étrendjükön, mert egyszerűen nem is tudják, hogy milyen rengeteg egészséges lehetőség van, mert tényleg azt hiszik, hogy brokkolit, párolt brokkolit, ilyen ízetlen párolt zöldségeket kell lenni rizssel és csirkemellel minden egyes nap, mert nagyon sokan szerintem itthon még tényleg abban tudatban vannak, hogy a zöldség párolt zöldség. Én ettől ki vagyok, hogy nem ropog a fogunk alatt semmi, és agyon pároljuk, hogy ez meg azon fűszerezzük, hogy ne érezzük a zöldségnek az igazi ízét. Igen, az is. Hát ha ez lenne a legnagyobb probléma, akkor nem lenne akkora gond, mert ugye erre van segítség, tehát ide jön, megkérdez, és nyilván tanácsadóként én tudok erre választ adni, hogy 350 ezer féleképpen fogod tudni elkészíteni azt a zöldséget, teljesen mindegy, fűszerezéssel együtt. Itt nem szépítem, lustaságon múlik. Azt, hogy a legtöbb ember nem akar főzni magának, mert sokat dolgozik, nem ér rá, egyszerűbb lemenni a kantinba, és akkor ott bekapni bármit, vagy kimenni a kisboltba, vagy elmenni a céggel, és akkor bedobunk egy hambit az ebédszünibe, de jó. Amivel nekem semmi bajom, hogy nyilván leszem én is hamburgert, csak hogy ebből, hogyha ezt rendszeresítjük, akkor nem lesz se fogyás, se egészség. Tehát itt bukik és itt vérezik el a legtöbb ember, hogy nem főz. És pont ezért nem tudja, hogy milyen a zöldségnek az íze, mert nem főzi meg magának, és nem kísérletezi ki, hogy hogyan tudjon elfogyasztani. Aha. Mint ahogy én például nem eszem meg a májat, mert nagyon utálom. Viszont kísérletezek, mivel nagyon jót tesz és kellene enni, és én ezt pontosan tudom, próbálom úgy elkészíteni, hogy több hagyma, aha, több fűszer, össze tud mixolni, hozzákeverni, kókusztejszín, izé, hogy ne érezzem a májnak az állagát, meg azt az erőt, teljes ízét, és akkor belekeverem a rizsbe, meg a sok zöldségbe, és ettem is, és nem is éreztem. Tehát, hogy meg lehet találni a módját mindennek, amit nem szeretsz, csak hogy vagy. Meg a legtöbb ember kijelent, hogy én ezt nem szeretem. Tök jó, én sem szerettem régen az olívaolajat. Most meg úgy eszem, mintha fizetnének érte. Igen, ezzel annyira csekkolni kell időnként, hogy mi az, amit szeretünk, és mi az, amit nem. Kell bimbóval voltam így, hogy fúj, ennél undorított zöldség nem létezik, pedig én amúgy minden evő vagyok egy konyhamalac. Mondom, a kell bimbó, soha. És megkóstoltam, csináltam, vettem egy kis zacskóval, benyomtam csak simán a sütőbe, só, bors, meg egy kicsi reszelt parmezán, olívaolaj be, isteni volt. Annyira finom volt, hogy az volt akár, hogy csak azt tenni. Én csak az embernek nem jut eszébe, hogy bedobom a sütőbe, és teszek rá parmezánt. Vagy az, hogy mondjuk akkor letúrmixoljam, hogy ne érezzem is hozzákeverek, vagy fölvágom apróra is hozzákeverem a brokkolihoz, amit megszeretek. Szóval nem keresik az alternatív megoldásokat, van, amikor a szájába is rágom, akkor meg a lustaság az, ami miatt nem. Tehát valami kifogás mindig lesz. Így van. Itt szerintem alapvetően ez a legnagyobb probléma, de aki egészségtelen, az nem azért van, mert így született ez a genetikája, és mindenki hülye, és nem tudnak rajta segíteni, nem szimplán lusta. És most bocsánat, ez nagyon sok embernél kihúzom a gyufát, de ez az igazság. És a mértékről mit gondolsz? Mennyi az annyi? Mert ugye sokat lehet hallani arról is, hogy sok kicsit, ötször egy nap, három óránként, mint a kisbabák. Most nagyon divat például viszont ez a böjtölés, hogy este 6-tól másnap délig szinte ne egyél semmit. Ezekről mi a véleményed? Kinek mi? Komolyan, én nekem nem felejtem el, amíg élek gimnáziumban, német nemzetiségi, reggel német történelem, nem tanultam semmit se, mert nem érdekelt, és felszólított, és mondtam, hogy hát nem tudom. És mondta, hogy reggeliztél? Mondom, nem.
Mert hogy én nem reggelizem, nekem nem esik jól. Tehát az, hogy reggel egyek, az nekem ilyen, nem vagyok éhes, de ha éhes is vagyok, és eszem, és nem... Tehát ha nem, akkor eszem, amikor éhes vagyok, és kívánok valamit, akkor az nem esik jól. És akkor az mániája volt a német történelem tanáromnak, hogy nem működik az agyat, hogyha nincs benne tank, vagy hogy mondja, ez most németül jut eszembe, de hogyha ugye nem vagy megtankolva, akkor nyilván. Igen. És ez egy tök nagy hülyeség. Van, akinek kell, a Dani például föl kell, és az első dolog, hogy leül és eszik. Igen. Én meg kávézok, el vagyok, és van, hogy délután egykor eszem először, mert akkor esik jól, és akkor mondom, most úgy ennék valamit. Ugye én csináltam a versenydiétámat is, 5-ször vagy 6-szor kellett enni, 3 óránként, mert nem is emlékszem, hogy volt. Borzalmas volt, amikor már nem kívánod a kaját, de meg kell lenni, amikor már inkább nem ettem meg az utolsó 2 kaját, és éheztem, mert nem akartam megenni. Mindenkinek meg kell találni, hogy mi a jó. Az én vendégeim között is én megírom 5-6 étkezésre, és megvan, hogy mi az, amit skippelhet. Tehát, hogy összevonhatja, berakhat, logikázd aki, mondja össze, vegye ki, nézze meg, hogy így van, tehát, hogy maga a kalória mennyisége, meg a tápanyag bevitele megvan, ebből innentől kezdve ő már tud úgy sakkozni, hogy azokat, amik nem kellenek, azokat ő elhagyhatja. És akkor nem kell 3 óránként tenni. Van, aki viszont igényli, mert szeret rákcsálni, mert stresszevő. Ő neki jó, hogyha van valami ott, amihez nyúlni tud, hogy bekapja, és az csak, mit tudom én, egy alma, akkor az egy alma, és nem a csokit veszi meg a boltba. Tehát ez teljesen... Meg nőként amúgy is változó, hogy mikor mennyi ételt kívánunk, mert hogyha mondjuk pont éppen a pirosbetűs ünnepek vannak, akkor azért félhűtőt ki tudjuk enni. Azért, mert ilyenkor megnő a kalória igényünk egyébként. Aha. És tehát ez nem baj, tehát az, hogy többet eszünk, csak hogy a buta dolgok leszünk többet. Igen. Próbálni egy kicsit ellensúlyozni, hogy mit eszünk. Hogy én is ilyenkor kívánok mindent, és akkor mérlegelek, hogy jó, tök jó. Most akkor az, amellett, hogy bevizesedek ugye emiatt, még beiznabálok, hogy ez jó lesz nekem, vagy annyira nem. És akkor itt is a mértékletesség, meg az egyensúly, hogy oké, akkor most megeszem ezt a csokit, de akkor hús, és ez legyen elég. De ugye a legtöbben ilyenkor, most nekem megvan, mindentől kezdve, akkor én lehetem, mert most kívánós vagyok. Hát jó, akkor ne csodálkozz, hogy van rajta plusz 10 kiló. Igen, mert havonta egy hét azért az azért. Meg hát akkor ugye jön a tetejérés, és akkor már kapásból, ugye kétszer, nem tudom én, 3-4 nap, amikor persze meg van engedve, hogy zabáljunk, mert hát lehet, mert ez egy ilyen dolog. Szóval, na igen, vannak ilyen kisebb-nagyobb buktatók. Én mostanában ezen a böjt dolgon gondolkodtam, mert én képtelen lennék rá, és most a csapból is ez folyik, nyugaton legalábbis óriási nagy divatja van, és gondolkodtam rajta, hogy így tudományos szempontból én, mint hatalmas dietetikus, hogy ez tényleg mennyire lehet jó a gyomornak. Én általában arra szoktam visszavezetni a dolgokat, hogy most már ugye egy nagyon modern életet és társadalomban élünk, de hogy nyilván egyszer egy vadászó gyűjtögető életmódunk volt, azaz nem ettek 3 óránként az emberek. Szóval, hogy én tanácsalan vagyok, hogy most mi a jó. Mert nyilván, ahogy mondtam, ugye régen nem ettünk ennyit naponta, de azóta eltelt több ezer vagy 10 000 év, és máshoz szokott hozzá a szervezetünk, meg a gyomrunk. És nem biztos, hogyha 20-30-40 éven keresztül valahogy ettünk, és utána hirtelen kihúzunk 12 óra táplálkozást, az jó lesz a mi kis gyomrunknak. Szerintem alapvetően az éhezést már nem nagyon tolerálja a mai ember, pedig amúgy szükség lenne rá. Uh-huh. Tehát az éhség érzet, illetve az, hogy egy picit éhezzünk, az kell is. A németeknél divat egyébként, hogy egyik nap nagyon sokat esznek, és utána egy teljes napig nem esznek semmit, ez nem, nem tudom, hogy ez mennyire egészséges, ők például ezt így csinálják, elég sokan. Szerintem ez is egy olyan dolog, hogy ki kell próbálni. Ha valakinek ez beválik, hogy délben eszik először este 6-ig, vagy este 8-ig, és akkor utána megint másnap délben eszik először, csinálja. Komolyan. Tehát ezt ki kell teszteni, de csak azért csinálni valamit, és magadra erőszakolni, és csinálni még akkor is, amikor nem esik jól, az a világ legnagyobb butasága. Van, akinek ez beválik. Van, akinek a paleo is beválik, mert szereti. Van egy vendégem, az meg van őrülve, ő most ketogén diétát csinál. Úgyhogy én nem értek hozzá, mert nem vagyok szakértő, csak amit látom, hogy miből áll az alapja,
Én nem gondolom így laikusként, hogy ez főleg hosszú távon ez kivitelezhető lenne. Ez például bizonyos betegségekre kifejezetten jó, ezt azért alakították ki. A pszichés betegségek, vagy mire volt? Epilepsziás, vagy autizmus? Igen, is. Meg az epilepsziának is talán a tompítására, de hogy főleg gyerekeknél, ha jól tudom. Igen. Szóval, ami nekem nem szimpatikus, hogy akik ezeket művelik, azok mind meg szeretnék váltani a többieket. Nekem pontosan. Ez az egyedüli probléma. Tehát akinek beválik a paleo, csinálja. Akinek beválik a vegán, csinálja, de ne próbáljon megtéríteni engem, vagy bárkit, aki mondjuk húst teszik, hogy ne egyen, mert ő csak attól leszek egészséges és szép, hogy én vegán vagyok. Csinálja, neki ez a jó. Nekem viszont nem. Majd, ha én is úgy döntök, és úgy érzem, hogy erre készen állok, és szeretném, akkor megcsinálom. Ez az egyedüli probléma ezzel. Mindenkinek meg kell találnia azt, ami neki szimpi. Ha szeretné védeni az állatokat, és ő azzal tud értetenni, hogy vegán táplálkozású lesz, akkor csinálja. És ez egy tök tiszteletre méltó dolog. Én például nem írok vegán étrendet, mert én nem érzem ezt annyira... Nem feltétlenül egészségesnek nem érzem, csak nem értek bele olyan szinten egyet, és ezáltal nem is ástam bele magam a témába annyira mélyen, hogy én erről tanácsot tudjak adni. Tehát így nem merek csak így a vaktába ugye bármit mondani, ehhez komoly szakértőnek kell lenni ugyanígy, mert komplettálni kell ugye bizonyos dolgokat, mert olyan vitaminokat, ásványanyagokat nem tudnak magukhoz menni, amik mondjuk az állatokból nyernek, és a növényi formája pedig azért más, de aki ehhez ért, az csinálja. Csak ne váltson meg senki más. Uh-huh. És van, akinek tényleg az válik be. Tehát én nem ítélem el, meg egyáltalán nem mondom, hogy ez hülyeség. Ki kell ezt sakkozni. És valaki, jönnek úgy is hozzám, hogy nem szeretnék annyi húst fogyasztani, mert azt érzem, hogy nem kívánom. Aha. Ilyen is van, hogy bizonyos betegségek miatt nem kívánsz húst. Erre kell eljönni, hogy azért, mert a beledben valami nincs rendben, és ezért undorodsz a hústól szó szerint. Vagy egyszerűen azért, mert tényleg nem szeretnéd, mert állatvédő vagy, és nem akarod megenni. Tehát az egyik az egy betegségre vezethető vissza, a másik pedig elvi ok. Kettőt meg kell különböztetni, de olyan is. Tehát, hogy én sem eszem minden nap húst, és nem azért, mert vega vagyok, hanem mert van, amikor nem kívánom. És akkor nem erőszakolom magamba, és erre biztatok mindenkit, hogy egy letisztult táplálkozás, az 1-2 hónap alap étrend, amit megírok, az pont kitisztítja ezt az egészet fejben is, meg a táplálkozásban is, hogy újraérted az ízeket. És amikor már azt mondod, hogy úristen, de kívánom a brokkolit, meg de ennék most egy jó sült répát, akkor azért azt érezzük, hogy nem ugyanaz, mint hogy fú, most jól megkívántam a fánkot, eszem egyet. Aha. Tehát, hogy ez a kívánóság, ez anyukámnak volt egy nagy mondata, hogy hát ha megkívántad, akkor az nem akkora baj, az biztos azt kívánja a szervezet, azt enni kell. Na most egy kakaós csiga esetében ez egy nagy hülyeség, tehát nem a szervezetet kívánja a kakaós csigát. Ezt én is hallottam egyszer, hogy egy ismerősöm fogott, és sót kiszórt a kezébe, és akkor így elkezdte nyalogatni, de így rászokott erre, és így szinte minden estén nyalogatta a sót, hogy hát biztosan a szervezete így jelez neki, hogy ásványi anyag hiánya van. Ez mondjuk nem hülyeség. Nem? Ez mondjuk nem hülyeség, mert refluxra például, jó, nem tudom milyen só, de a himalája só, parajdi só, egy-egy csipet, vagy hogyha a magát azt a nem az őrölt variációt, hanem most... Kristályos, igen. Szót kerestem, hogyha csak így elszopogatod, az nagyon jót tesz például a refluxnak. És ez egy nem hülyeség, de igen, az sem mindegy, hogy milyen só, meg hogy... De édességek esetében nem a szervezet kívánja, hogy ezt így tegyük rendbe. Viszont amikor tényleg tudatosan táplálkozol, és azt mondod, hogy fú, most céklát szeretnék enni, akkor valószínűleg tényleg az van, hogy van benne egy olyan tápanyag, amire nekem szükséged van. Igen. Amúgy még egy picit visszatérve ezekre az ételtrendekre, szerintem óriási nagy felelősség van tényleg a rengeteg influenceren, akik most már ugye gombamód szaporodnak, és a sok fiatal főként ugye nézi ezeket a YouTube vloggereket, és akkor ő most hirtelen vegán, aztán másfél évvel később kiderül, hogy a vegánság már nem akkora divat, úgyhogy már eszik tojást meg halat, akkor utána átmegy a ketogénre, vagy vegán ketogén, én ettől vagyok ki a legjobban, hogy kb. Mit eszel, és hogy marad energiád rá, és hogy nem is tudják egy csomószor, hogy mit csinálnak, csak trendből, mert ezt elkezdte egy
amerikai nagyon híres influencer, akkor én is követtem, és rengeteg fiatalnak a bioritmusát, vagy az életvitelét fel tudják ezzel forgatni, mert manapság tényleg a 10-20 évesek sokszor ebből tájékozódnak, most már nem úgy vesznek le egy könyvet a polcról, vagy nem a lexikonból próbálnak egy picit művelődni, vagy nem minden esetben hozzád fordulnak. Én pont ezért látom annak iszonyú fontosságát, hogy otthon tudatosan neveljük a gyereket. Uh-huh. És olyan környezetben nőjön fel, hogy megtanulja, hogy mi az, ami egészséges, és mi az, ami nem. Most azt lássuk meg, hogy a legtöbb influencer megkapja a pénzt, de marhára nem csinálja azt a diétát. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ezt sokan tudjuk, sokan meg nem, de igen, ez is egy külön podcastot érdemel. Ami, ha otthon a táplálkozás rendben van, és a szülők megtanították a gyereket normálisan étkezni, akkor ugye ezzel nincsen gond. Ha pedig én egyszer bízom benne, hogy eljön annak az ideje, hogy a fiatalok is tudatára ébrednek annak, hogy hogyan is kellene táplálkozni, és hogy megfelelő segítséget kérjenek ehhez, hogyha esetleg nem sikerül, és mondjuk nem egy influencertől kérdezi meg, hogy éppen most melyik aktuális olyan éheztetős diétát csinál, amiben csak porokat eszik, vagy ilyenek? Hát az a másik, ezek a poralapok. Tehát itthon ez óriási nagy tendencia még, hogy turbódiéta, meg a hasonló, csak shékeket eszek, és, vagy iszom, igen, meg kiváltok vele étkezéseket, és hogy ez annyira nem erről kellene, hogy szóljon. Gyors eredményt hoz, mert nyilván éhezel. Tehát, többen ezt nem mérik fel szintén, hogy éhezhetünk, meg ihatjuk a port, de attól még nem fogjuk megtanulni, hogy mi van szüksége a szervezetünknek, és lefogyhatunk 2 hét alatt, de utána a súlyos következményekkel számolni kell. És ez megint arról szól, hogy nincs időm, és nem akarok erre időt szánni. Úgyhogy maga az, hogy az ember megtanulja, hogy saját magának mire van szüksége, ez egy lifelong learning tényleg. Ez tehát, hogy nincs vége, és a te bérrendszered is folyamatosan változik olyan szituációknak, vagy kitéve, amikre másképpen reagálsz, bármi felboríthat, bármit lehet, hogy tegnap még jó volt a brokkoli, holnap már pufadsz tőle, ennek is számos oka lehet. Ezt figyelni kell, és ezért kell tudatosan táplálkozni, és önmagadra figyelve enni, és nem pedig folyamatosan valamihez nyúlni. Ez idő, energia, amiből mostanában az embereknek keveset adtak, igen, de ez egy olyan döntés szerintem, ami az egész életet befolyásolja. Óriási nagy marketing van most ugye a superfoodok mögött, minden egyes fillért megpróbálnak erről lehúzni, és én is dobom bele ebbe a gépezetbe a pénzemet, de azért elolvasok mindent, hogy micsoda, mire jó, miért is jó, miért is váltsam ki azt a másik dolgot. Ez valóban tényleg egy olyan extra dolog, amit amúgy nem tudnék magamhoz venni, mert olyan tápanyag vagy hatóanyag van benne. És ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy tényleg mi az, amit szeretnének mindenképpen lenyomni a torkodon, és már ugye könyökkén is mindenkinek a chia mag jön ki, meg a super green powder, vagy powderök. Te használsz ilyeneket? A chia magot én nagyon szeretem. És amúgy nagyon vicces, hogy én például nekem annyira nem esik jól, amikor pudingnak csinálom meg, viszont amikor frissen beledobom a műzlibe, és úgy eszem meg, akkor meg valami isteni jó hatása van. Ez is nyilván meg kell nézni, hogyha a Gizike megcsinálja pudingnak, de nekem nem esik jól, akkor ne pudingnak csináljam már meg, könyörgöm, hanem akkor nézzem meg, hogy jó, lehet, hogy jó ez a chia mag, csak akkor fogyasztam meg úgy, hogy ne puding állagban. Én azt mondom, hogy ha valami érdekel, próbáld ki, és győződj meg magad róla. Tehát, hogyha ha valaminek hitelt adsz, mert te úgy döntesz, hogy jó, akkor most megnézem ezt a chia magot, hogy most ez jó vagy nem, oké, granola ugyanez. Nézd meg, ha ízlik, vegyed, vagy csinálj magadnak. Ha meg úgy érzed, hogy túl van árazva, akkor meg nem veszed meg, 1000 millió más variáció van, amit meg tudsz enni. Ez is a józan paraszti ész, illetve a te pénztárcád kérdése is az, hogy a kíváncsiságot. Tehát az, hogy kipróbálj valamit, az tök megéri. Szerintem én is nagyon szeretek új dolgokat kipróbálni, még ha valami drága dolog akkor is. Régen emlékszem az avokádó, még 8-os vagy 7-es lehettem, és behozta az egyik fiú, hogy ő ezt most kapta, és hogy mi ez. És ült fölötte mindenki, hogy ilyet még életében nem látott senki. És akkor a biológia tanár kiderítette, hogy ez avokádó. Most meg már minden második ember avokádót eszik. Tehát, hogy mennyire érdekes ez is. Igen, változik a világ. És,
Igen. Én sokszor azt érzem amúgy, hogy megpróbálnak most már rendszeresen behozni egzotikus ételeket, csak azért, mert hogy senki nem tudja, hogy mi az. Hú, fura neve van, vagy egy másföldre szörvaló, akkor ez biztos jó. És például az egyik, amit mindig látok az egészséges ételboltokban, ez a tápióka gyöngy, amiből szintén ugye pudingot lehet készíteni, az full keményítő az egész, az semmi másból nem áll kb. De most látom, hogy már megvan rá. Igen, mert ez egy jó keményítő. Ez egy jó keményítő. Igen. Akkor visszaszívom. A krumpli, egyébként a krumplitól is ugye mindenki óvainti a másikat, az is egy nagyon jó keményítő, ha megfelelő formátumban fogyasztod el. Hát meg nyilván a mérték is. Igen. De tényleg, tehát a tápióka is egy nagyon jó cucc, mert az egy olyan fajta keményítő, amire szükség van. A keményítőre, a szénhidrátokra, ezekre mind szükség van. Csak a mérték nem mindegy, kinek milyen intoleranciája. Igen. Vagy hogy mennyire toleráns, igen. Szóval nagyon sok minden befolyásolja. És te használsz valamilyen szuperfoodokat, amit így esküszöl? Én nagyon szeretem a pénztárcabarát megoldásokat, hogy őszinte legyek. A csiamagot használom, de mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Dani anyukája nagyon sok minden finomságot hoz nekünk, például Ausztriából, és ott azért megkóstolok olyan dolgokat, amiket mondjuk amúgy itt van nem vennék, meg például a csiamagot sem vennék rendszeresen, de ő így szállítja ipari mennyiségben nekünk, ezért mindig van itt van kb. Csiamag. Alapvetően ilyen nagyon szuperfoodokat nem fogyasztok, zöldségeket eszek, és ennyi. Uh-huh. Most kikiálthatjuk azt is szuperfoodnak, mert eléggé szuperek mind. Például nem tudom, granulát, meg ilyeneket nem nagyon szoktam enni. Meg ez az acálybogyót sem sajnos, pedig az is egy nagyon jó cucc. Azt még ki akarom próbálni, csak még nem vettem rá magam. Amúgy annak is elég borsos ára van. Igen, emiatt nem vettem rá magam. Pedig az is egy nagyon jó cucc, csak... Az a baj, hogyha felborul ez az egész. Tehát, hogyha mondjuk itt mi Magyarországon megesztjük a trópusi cuccokat, az nem biztos, hogy a legmegfelelőbb választás. Igen. Tehát, hogy nem szabad, hogy megbillenje. A lábnyom is. Így van. Hogy most emiatt tényleg milyen hatást generálunk azokban az országokban, tudja, hogy az a kókuszolaj őrület miatt is, hogy tényleg hány szerencsétlen orangután veszítette el a... Pálmaolaj, igen. Igen. Hát, igen. Ez is egy fontos dolog, meg az, hogy amit mondjuk nem terem meg, az nem véletlen, nem terem meg. Ja, hogy nem biztos, hogy ez a mi gyomrunknak jó. Igen, tehát, hogy az sem... Tehát el lehet enni nyilván egzotikus dolgokat, csak hogy ne az legyen akkor túlnyomó rész, és akkor csodálkozunk, hogy miért nem bírja a gyomra. Tehát ez is egy olyan probléma lehet, amire nem gondolunk, de lehet, hogy ez is szerepet játszik. Nekem a személyes példám az még egyáltalán nem superfood, de hogy ugye az indiai kultúra az egy több-több ezer évre visszamenő, az egyik legősibb kultúra, és az ajurvéda is onnan származik. Szóval ők azért nagyon tudatukban vannak a testükkel kapcsolatban, és én nagyon szerettem ízre az indiai konyhát, imádom. És nagyon sokszor így, egy indiai rárepülök, mindig rossz vége van. És lehet, hogy tényleg nekik több ezer év alatt hozzászokott a gyomruk, de az én kis félig magyar, félig kubai gyomrocskám, ami nekik gondolom ízetlen az, amit mi eszünk az ő fűszeresükhöz képest, pedig amúgy én úgy gondolom, hogy az átlagemberhez képest fűszeresebben vagy ízesebben főzök, de az övékhez képest az semmi, és annyira tartsa tudja vágni, pedig amúgy tök egészséges fűszerek, ha belegondolsz, egy kurkuma, egy... A köri fűszer keverék is, szóval az alapanyagok azok nem lennének rosszak, csak más földrész, más civilizáció. Meg hát az is más, hogyha kimész Indiában is ott eszed meg. Ja, igen, persze. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy ott nem lennél rosszul, mert ott van olyan fűszerek, ami tényleg az a fűszer is az ottani. Ez is tudom, az én ilyen összeesküvés elméletem, de hogy kínai kajából is. Ja, ez biztos, hogy teljesen más az itteni más. Kínai kaja, mint a kinti hát kínai kaja. Én voltam kint tavaly, és összesen lehet hasonlítani. Tényleg, semmi köze hozzá. Tehát az a szója, amit ők ott tesznek, és azon élnek, és az nekik jó, az itt, az a fajta szója, amit mi eszünk, az nekünk nem feltétlenül olyan. Nem, jó, az egy teljesen más, hogy csinálják. Teljesen génmanipulált, és azért is intenek óvatózott ilyen szójafogyaszt. Igen. De ott kint meg az egy tök más dolog is. Uh-huh. Az a fajta az még akár tényleg egészségesnek is mondható, de itt nem azt kapod meg. Most rá is vezettél a következő
témakörre, kérdésre. Nekem nagy szerelmem az ázsiai konyha, és főleg a kínai után tavaly októberben, csak egy hetet töltöttem kint, de ilyen nagyon-nagyon-nagyon eye-opening volt. Uh-huh. Hirtelen nem jut eszembe magyarul a kifejezés, de hogy az a lényeg, szemfelnyitó, ez nem mondom, hogy magyarosabban mondani, igen. De a lényeg az az, hogy én itthon azért nagyon sokat figyelek arra, ügyelek arra, hogy mit eszek, hogy eszem, és ahogy említettem korábban, nem mindig tudom a testem jelzéseiből eldönteni, hogy mit tesz nekem jót, mi nem. Viszont ott Kínában mindent, ami létezik, megkóstoltam. A legbrutálabb dolgoktól kezdve, viszont olyan szinten jó volt a pocakom. Egyszer nem az, hogy nem fájt, mert amúgy nem szokott fájni, csak hogy semmi kellemetlen érzés nem volt, és nagyon finomakat ettem, és figyeltem mindig az alapanyagokat. Ugye hát kezdjük azzal, hogy rengeteg-rengeteg zöldség, és nagyon sok, nem nyersen, de nem is ez a szétfőt, hanem tényleg, hogy érzed az ízét, érzed az állagát, ropog, hússal, és ez az elképzelet, ami van az európaiak fejében, hogy rizs-rizse lesznek, valóban van mindig rizs, de azt a legvégén hozzák az étkezésnek egy kicsit tálba, hogyha még éhes maradtál akkor, de hogy szinte alig esznek glutént, illetve nagyon-nagyon minimális tejterméket, ők nem úgy reggeliznek, mint mi, úgyhogy teljesen más az ő felfogásuk, és arra lennék kíváncsi, hogy te mit gondolsz, a keleti, a miénktől teljesen ellentétes táplálkozásról, mint szakértő. Amikor azt a táplálkozást ide behozzák, és megnyitnak egy olyan boltot olyanok, akik nem értenek hozzá olyan alapanyagokból, amik nem onnan származnak, ahonnan kellene, akkor nem feltétlen támogatom. Akkor inkább mindenki menjen és otthon csinálja meg. Például van egy, erről majd beszélgetünk utána, van egy kínai leányzó, én mondjuk lehet, hogy te is ismered, követem őt Facebookon, olyan kajákat csinál, de ilyen kínai kajákat, és leírja, hogy mit, hogy, mennyit belőle. Nagyon-nagyon komolyan hangzik, meg nagyon gusztusos is, és mindegyiket videóra veszi. Viszont nem tudom, hogy ha itt elmegyek egy hagyományos kínai boltba, tényleg ugyanazt kapom-e meg, ami kint van, vagy még ott sem kapom meg ugyanazt, meg ugye ezek az ázsia boltok is vannak, hogy nem biztos, hogy ugyanaz a fűszer. Mi voltunk kint Marokkóban, teljesen más, mint amikor ők úgy kirakják a zsákba, és szedjél belőle, amennyit kérsz, nincs előre csomagolva. Tehát, hogy ki tudja, milyen üzemből. Igen, tehát az ott minden friss, a frissen szedett zöldségek, és például én Marokkóról tudok egy olyan példát hozni, hogy iszonyat sok menta teát isznak, de olyan mennyiségű cukorral, hogy az agyam eldobtam, és mikor mutatta a fiú, hogy eltűnt ekkora téglányi, ilyen téglatestnyi tömb cukrot így beledobnak, és azt így eltunkolják, és mennyei, de mondom, öcsém, ezek ezt iszták egész nap, hogy vékonyak. A reggeliük például melegleves zöldségből. A második étkezésük argánolajba tunkolják a saját maguk által megsütött kis péksütit. Enni is lehet az argánolajat. Azt hittem, hogy ez csak hajra kell. Igen, és én itthon vadászom. Bocsánat, majd vadászom azt a jó minőségű argánolajat, de azt hiszem, hogy hozatnom kell Marokkóból. Meg csinálnak olyat is argánolajból, mint a mogyoró krém itt van. Mogyoró vaj, bocsánat. Aha. Hát, ha ettél már finomat. Meg édesre megcsinálják az argánolajat, és akkor olyan, mintha mézbe tunkolnál. Olyan volt a bőröm két nap után, hogy mint a baba popsi. Na, ők ezt teszik. Az argánolaj az egy nagyon jó cucc. És nyilván itthon nem elérhető, meg nem elérhető áron sem jutunk hozzá, amivel nincsen gond, csak neki tudja, hogy mi kerülne bele. De akkor utána eszik a tajint, ami összesütve a csirke, nagyon sok friss, ropogós zöldség, meg kuszkusz, ami ugye szintén gluténtartalmú, de olyan mennyiségű zöldséget esznek, ami mellett most az a kuszkusz, amit ők megcsinálják, és ahogy megcsinálják, nekik ez nem okoz problémát. Tehát teljesen más a felfogás, az ételmennyiség, hogy mennyit esznek, hogy hogy eszik, és az, hogy egész nap ment a teáznak cukorral, ez nem okoz gondot, mert mozognak, csinálják a dolgokat, és esznek már nagyon sok jó dolgot. És ugyanez vonatkozik szerintem Kínára, Indiára,
Meg a magyar mentalitás, az ugye elmész vendégségbe is, és terülj-terülj asztalra. Nálunk egy családi étkezés, és ez már nagyon sok emberrel beszélgettem, 6 féle főétel, 4 féle leves, 15 féle desszert, hogy véletlen se éhezzen senki. Na most, ha tőlünk mondjuk elmész Angliába, tehát egy picit nyugatabbra, ott vagy kiporciózzák neked, vagy ha áthívnak baráti csevegésre, akkor kapsz te a sütemény meg teát. Igen. És ennyi. Tehát nem hívált senki, hogy megzabáltasson. Mm-hmm. Itthon meg ugye ez ilyen össznépi esemény, hogy eszünk. És ha kiskorunk óta erre vagyunk nevelve, hogy eszünk, akkor a magával, a mennyiséggel nem leszünk tisztában. És az, mm-hmm. az embereknek a 90%-a sokkal többet eszik, mint amennyire szüksége. Tudom, hogy egy svédasztalos helyre, és akkor ez a hát ingyen van. Hát akkor addig kell lenni, amíg nem tudok megmozzatni. Igen, a pincérek szoktak lesni, hogy fér ebbe a lányba ennyi, de igen, a svéd asztalra megyek, akkor én se hagyok ott semmit, az biztos. De hogy a hétköznapokban viszont nem erre kellene törekedni. És vicces, amikor megkapja mindenki az étrendjét, hogy úristen, hát ez nagyon kevés kaja, és akkor egy hét után azt mondják, hogy hát amúgy nem vagyok éhes. De hát sokkal kevesebbet eszek. Na igen, mert ennyire lenne szükség ez. És mondom, emellé még edzhetnél is, hogy azért, mert edzel, akkor nem kell még plusz 500 kalóriát csokikából bevinni, mert hát el ne, Isten ments, hogy eléhezdél. Nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy mennyi az elég, pont emiatt, hogy nem erre vagyunk nevelve. Uh-huh. Vagy legalábbis nagyon kevesen vannak erre nevelve, hogy tudják. És amikor a gyerek is azt mondja, hogy nem kér többet, és beleerőszakolja az anyukáján, mert hogy nem ettél eleget, ezzel rontjuk el tulajdonképpen. És az a gyerek, az 10 év múlva már fogalma nem lesz róla, hogy mikor elég, mert nem lesz meg a tehetségérzete. Mert kiölték belőle azzal, hogy meg kell lenned mind, akkor ehhez desszertet, ha mindent megettél. De ha ő nem kéri, akkor mi van? Nem hülye. A gyerek az még nem hülye. Ő tudja, hogy mennyit akar enni. De én veszélyes vizekre vesztünk már a gyerek nevelésre. Nem, bocsánat, itt sem szeretnék senkit, csak... Igen, jó, ez egy másik nehéz téma. Azért már biztosan itt most, hogyha van anyuka hallgató, akkor... Nem, de hogyha utána nem eszi meg, és később sem... Igen, ez egy nagyon veszélyes téma, ez is egy külön podcastet érdemel, de arra azért figyelj, meg nagyon sokszor, igen, ilyen... Az egyik edzésen került szóba pont egy apukával, hogy a gyerek egy hétig nem nagyon evett. Uh-huh. És elvitték dokihoz, hogy mi baja van, és mondták, hogy ez tök normális. Nem volt éhes. Uh-huh. És ilyen van, hogy a gyerek hát nem éhes, akkor nem akar enni. Igen. Mert nem elég. Vagy éppen azt, amit te most oda teszel, azt nem akarja megenni. És nyilván ez egy nagyon nehéz folyamat, hogy a hozzátáplálás is izé. Nem állok még erre készen, hogy én ilyenek brevetem egyek, és minden együttérzésem azoké, akik ezzel a kihívással néznek szembe. Tehát nem egyszerű, és én nem azt mondom, hogy most itt mindenki hülye, aki széteteti a gyerekét, mert tudom, hogy ez milyen stresszes, csak azt lássuk meg, hogy nagyon sokszor a túllagódás, meg a túlszeretet, mint amikor átmész a nagymamádhoz, hogy de akkor biztos nem ízlet, ha nem eszel belőle, direkt neked sütöttem, tehát ez a lelki terror, amit kapsz, az azért nem segíti az egészséges éhségérzet kialakulását, meg telítettségét. Szóval, hogy itt most igen, valószínűleg, hogy nem fogalmaztam meg a legjobban, tehát nem szeretném kiragadni ezt, mint példa, de azért lássuk meg, hogy nagyon sokszor túlzásba esünk a túletetéssel. Jó, örülök. És az utolsó kérdésem még így a táplálkozással kapcsolatban, hogy pont ugye említetted, hogy ott Marokkóban is levest reggeliztek, az ázsiaiak is ugye így szokták indítani a napot. Ezt te például próbáltad már, vagy van tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy ez milyen érettani hatásokat vált ki? Maga a sós reggeli, illetve az egészséges sós reggeli, az ugye nem feltétlen idéz elő olyan inzulinválaszt a szervezetbe, amire hogy reggel szüksége van. Aha. Tehát, hogy sokkal kimélőbb a szervezetre nézve egy sós reggelivel indítani, valami tojás, zöldségek, vagy akár rizs, vagy kis krumpli zöldségekkel, mint mondjuk egy gyümölcsös, zapelyes valami. Aha. Én ugye dél körül van, hogy azzal indítom a napot, van, hogy sossal indítom a napot, ez nekem igazából attól függ, hogy mit kívánok, és én ilyenkor nem nagyon szoktam foglalkozni az inzulin válaszaimmal, mert hogyha reggelire most inkább zapkását ennék, akkor azt teszem, de mi
magyarul, hogyha a sós reggelire gondolunk, akkor az vagy pogácsa, vagy kenyér, vagy valami ilyesmi, de a főtt étel, alapvetően egy főtt ételt reggelire, az tőlünk nagyon távol áll, és nem is így vagyunk szocializálódva, pedig nagyon-nagyon jót tesz, és nagyon egészséges, és ha már a reggelihez is eszel zöldséget, és abban is van minden fehérje, szénhidrát, zsír, és megfelelően van összerakva friss alapanyagokból, ez egy nagyon jó dolog. Én abban hiszek, hogy igen, nagyon jó a sós, meg van, akinek nagyon jó az édes, legyen meg ebben is az egyensúly, hogy együnk valamikor édeset, valamikor sósat, ha úgy kívánod. Nyilván nagyon jó lenne mindig sósat reggelizni, de erre átszokni kőkemény feladat. Én szerencsére általában azt kívánom. Meg én próbáltam is már néha ilyen, hát amikor elkap ez a keletőrület volt, hogy mizolevessel indítottam, de hát az a mizopaszta, amit megteszek tényleg itt a boltban, annak ugye semmi köze egy japán mizopasztához, de elvileg az is mind fermentált étel, igen, tök jó. És akkor kis új hagymát, meg kicsi gombát, meg ilyesmiket kifőztem bele, és tök jó, mert 5 perc alatt megvan kb. És jól esik tényleg a gyomornak, úgyhogy abszolút tetszett. Nem folytattam, amíg meg volt a mizopaszta, addig csináltam, és utána nem vettem többet, nem azért, mert nem vált be. De ez tök érdekes, mert ráadásul pont akkor próbáltam ezt, amikor a podcastet vettük fel a tesóddal, a Bettivel, és ő említette, hogy neki volt valamilyen panasza, és hogy arra azt ajánlottad, hogy húslevest jó sok zöldséggel készítsen el, és hogy szedje ki belőle a zöldségeket, és hogy külön meg a levét tegye el, és hogy a levét se nem hidegen, se nem melegen, ilyen szobahőmérsékleten így a reggel, és ugye ez nagyon hasonlított erre a keleti vonalra, és hogy utána, amiket így kivett belőle zöldséget, meg húsi, azt mondjuk rizssel legye így kúraszerűen, és akkor így teljesen oda voltam, hogy Isten, végre valaki, aki érti, hogy miről beszélek, és kipróbáltam, mert azért tényleg magyar embertől ez baromi távol áll, mint reggeli. Igen, erről leszoktam az étrendben, mert a legtöbb embereknek bél problémája van, annak nem véletlen van bél problémája, és amikor ezt a csont, igazából a csontleves az a lényeg, hogy ugye az ásványanyagok, illetve mindenek a belsőségekből minden jó cucc kifőjön, meg a zöldségekből, és ugye ezt leszűrni, a legtöbbjüknek hány ingere lett a harmadik nap után már, mondták, hogy csontlevest sem akarnak látni. Na most ez azért van, mert ugye ott nincs rendben a dolog, de igen, ez a vasárnapi húsleves, ugye, az sem véletlen volt, meg a jó nagymama féle, amikor meg vagy fázva, akkor jött át a kis csontlevessel, húslevessel is hozta, mert az aztán egy olyan bomba, tehát az konkrétan előemésztett kaja, nem kell neked a beleiddel semmit sem csinálni, jóformán, a legkímélőbb, mindent fel tudsz szívni, hogyha jó, hát vannak olyan problémák, amikor tényleg semmit nem tud, de hogy nagyjából mindent meg tudsz emészteni, a tápanyagok felszívódnak, de a legtöbben nem szeretik ezt így reggelire. Szerintem érdemes amúgy kipróbálni. Hát, vagy akár csak az zöldségeket, igen, tudom. De ő ilyen nagyon furcsa, ő neki minden bejön, ami másnak nem nagyon nehezen megy. De egyébként, ha csak ebben a csontlevesben főtt zöldségeket eszi valaki egy kis rizssel, vagy akár, nem tudom, rizslisztesen megcsinált sós palacsintával, mondjuk azt sem mindig ajánlom, mert ebben nem megyek inkább bele, a lényeg, hogy mondjuk rizs és főtt zöldségek, vagy, és akkor mellé egy kis csontlevesli, teljesen jó megoldás, igen. Meg maga a sós, meg zöldséges reggeli. Na most a beauty szempontból is én nagyon nyomják ezt a csontlevest, mert tele van kollagénnel, és hogy akkor attól gyönyörű szép lesz a bőr. Én mondjuk személy szerint nem gondolom, hogy ha nem csinálunk semmi extrát a bőrünkkel, ugyanazt azt a rutint követjük, mint előtte, akkor a csontlevestől tényleg szuper lesz. Lehet, hogy egy minimálisat tesz hozzá, de ez inkább mondjuk attól is függ, hogy alapból mit teszünk, meg hogy tényleg milyen életmódot folytatunk, illetve hogy mennyire figyelünk oda, és mennyire ápoljuk, meg tisztítjuk. Igen, mondjuk nekem ilyen nagy bőrápolási rutinom nincsen. Én próbálok így nem mindent magamra kenni, mert azt vettem észre, hogy minél több mindent kenek, annál több baj van a bőrömmel. Tehát, hogy kiszárad, akkor ha testápolózom magam, akkor még szárazabb a bőröm. Tehát igen, nyilván ez a
minél természetesebb alapanyagból elkészített, aha, organikus kenceficék, amik jók, nem a 300 forintért hozzájutok a testápolóhoz. Oké, okay, nagyon jó illata van, de hogy nem annyira tesz jót a bőrnek. Igen, alapvetően, ha csak kollagént viszel be a szervezetedbe, húsleves vagy csontleves formájában, vagy akár mellé lehet kapni kollagénporokat, igen, nyilván csodát nem fog tenni, tehát ha mellé éjszakázol egy héten négyszer is megiszod az 5 üveg bort, akkor megy a kukába, de egy normális egészséges életvitelhez, igen, ez kiegyensúlyozza tulajdonképpen, és plusz tápanyag, és olyan tápanyag, amit meg tudsz emészteni, fel tudsz szívódni. Úgyhogy olyan szempontból nem butasság, hogy tényleg használ, de csak ettől ne várjunk csodát, mint ahogy csak a ránctalanító krémtől, amit megveszünk 10.000 forintért, vagy még drágábban, nem tudom milyen arany cuccok vannak benne, tehát attól sem biztos, tehát aki ezt reklámoz, az nem attól olyan persze, szép ránctalan nyilván. Igen, de én nekem semmilyen krémes tapasztalatom nincs ilyen szempontból. Most el is érkeztünk igazából az epizód végi 3 kérdéshez, és azok egy kicsit ugye a beauty vonalon vannak, úgyhogy fel is tenném neked az elsőt, mégpedig az, hogy gyerekkorodban ki volt a szépségideálod, vagy a beauty inspirációt, hogyha volt. Vagy ha nem, akkor most ki. Fú, gyerekkoromban, hát akkor mindig az aktuális sztárok voltak nyilván, a Spice Girls meg ilyenek, és akkor mindenki kiválasztott, hogy ki akar lenni a Spice Girls-ből, de hát akkor még ugye nem fogtam fel, hogy mit is irigyelek tulajdonképpen, úgyhogy ezt így nem annyira említeni, mindenki rajongott valakiért. Mostanában sincs nagyon úgy etalon, persze nagyon sok külföldi edzőlány van, akin csak csodálkozom és csorog a nyállam, hogy néz így ki, és aztán rájövök, hogy hát, hogy igen, úgy én is tudnék kinézni, hogyha azt csinálnám, amit ő, de hogy ez nem feltétlen természetesen véghez vitt valami, viszont nagyon formás. Meg általában akikre azt mondom, hogy úristen, de nagyon jól néz ki, az már nagyon van plasztikás. De mondjuk nyilván tök szeretnék úgy kinézni 50 évesen, mint Jennifer Lopez, de hát ő is hány ember keze munkája. Igen. Tehát, hogy, igen. De én amit én el szeretnék kérni, az csak annyi, hogy legyen büszke rám a gyerekem, és legyek 40 évesen is fit, és szexi, és legyen büszke rám a párom, a családom, meg én magamra, hogy egészséges vagyok, és teszek magamért. Úgyhogy ilyen nagy ideálom, nyilván nagyon sok nőt tartok, nem nagyon sokat, egy párat szépnek tartok, de nincs a legtöbben. Én szerintem ez az igazi természetes szépség, az nagyon durván kihaló félben van, és nem tudnék olyan embert mondani, aki igazán természetes, nem volt egy darab ráncfelvarrása se, egy darab szájfeltöltése sem, meg igazi cicija van, és azt mondanám, hogy ő ilyen etalon. De közben meg én azt tartom szépnek, és nem gondolnám, hogy egy nőnek arra van szüksége, hogy mindenfélét megoperáltasson magán, de nagyon sok átlagos nő is van, akire azt mondom, hogy váó, ú, de csinos, és tök jól tartja magát. De így kifejezetet talán nincsen, de igenis legyen magára büszke az a nő, aki fit, üde, és mindezt orvosi segítség nélkül véghez vitte. Igen, ez így van. Legyünk a saját magunk inspirációja. Igen. A második kérdésem az, hogy van-e otthonról hozott szépségpraktikád, amit esetleg édesanyjától vagy nagymamától kaptál, mondjuk lehet, hogy most ugyanazt fogod válaszolni, mint a tesód. Nem tudom, hogy mit válaszolt, de nem emlékszem. Ez a, hát ne aludj el sminkbe, nyilván, ez alap, persze ez sem mindig sikerül. Hát a nagymamámról olyan sztorim van, hogy sírok. Megvettem egy körömlakot, és fogta is a szemöldökére kentem, mert azt hitte, hogy ez ilyen szemöldök. Jó, abban nem tudom, hogy beauty tanács. Szóval, hogy nálunk ez a beauty tanács, ez hát nem igazán volt, és amikor a tánc fellépés előtt megkérték édesanyámikat, meg hát engem, hogy nyilván 11 éves vagyok, de hogyha nő a hónajon a szőr, akkor ezt legyen kedves leborotválni, mert hát a színpadon nem mutat jól, teljes kiborulás volt, hogy az természetesen az ott van, annak ott kell lennie. Nyilván ezt is másképp gondoljuk már, úgyhogy így alapvetően nincs. Én például ezt a természetes vonalat szeretem ugyanúgy képviselni, főként lustaságból, mert nagyon szeretek sminkelni, de nincs rá időm, és lusta vagyok. Amúgy a tesód, amit mondott, az az, hogy
anyukátok sok ilyen, most várjál, lehet, hogy rossz, nem emlékszem teljesen jól, de talán mintha ő maga keverne krémeket. Ja, meg ilyen cellulit elleni igen. dolgokat, meg ilyesmi. Ez nekem már nagyon régen kevert, úgyhogy el is felejtettem. No, akkor igen, csinálta a krémet, és 2 éve könyörgöm neki, hogy csináljon újra, de azóta sem kaptam, úgyhogy anyukám, ha ezt most hallgatod, akkor szeretnék kérni arckrémet megint, köszönöm szépen, hát ez segít. De, igen, valóban, de ez azért nem jutott eszembe, mert sokat nem kapok belőle. Na hát akkor de itt tényleg ügyes, igen, az arckrémet tényleg jó. De hát hiába reklámozom, hogy csak akkor. A cellulit krémet egyébként én nem használtam, de Beti szerint az is jó. Úgyhogy... Igen, ő esküdözött rá, hogy ez igen. nagyon beindította. De ez is, tudod, ez a saját maga által összekevert igen. természetes alapanyagokból a krém, és igen, akkor használtam arckrémet, amikor azt kaptam tőle, de azon felül nem nagyon. Jó, akkor kérlek. De jó, hogy mondtad, most jó, hogy látod. Igen, hát ez 6 édesanyámra is. Az utolsó kérdésem az pedig az, hogy számodra milyen a tökéletes én nap, amikor teljesen feltöltődsz? Hú, ez nagyon furcsa, mert én alapvetően rém antiszociális vagyok. Te? Vagy hát annak gondolom magam is, nagyon nem vagyok kibékülve a legtöbb emberben. Pedig nem az jön le. De, tehát hogy... Nem szeretek nagyon sokat az emberek közelében lenni, illetve olyan közelében egyáltalán nem, akiket nem én invitáltam oda. Viszont egyedül sem szeretek olyan igazán lenni. Ha mondjuk, ugye én foglalkozom Prálnadival, Reikivel és a többi, tehát amikor mondjuk otthon megkezelem magam, eszem egy jót, olvasok, és ott nálam a vízipipa az ilyen szenvedély, káros szenvedély sajnos, de mondjuk nyilván nem naponta szívom, de ha hetente egyszer szívom, sem a legegészségesebb, de amikor vízipipázom, megkezeltem magam, elmentem szóliba, és nagyon sok ilyen egészségtelen dolgot csinálok, akkor az ilyen teljes feltöltődés. Na, és akkor látszik, hogy itt van a balansz, hogy amúgy meg tök egészségesen élsz, de a szóli valami rosszabb bőrödnek, igen. és mellette a kis vízipipa, de nem baj, hát mondtam neked az elején, hogy én rossz helyre születtem, hogy pár ezer kilométerre délebbre kellett volna, vagy keletebbre, vagy bármi, ahol van vízipipa és félvér lennék, akkor az úgy jó lenne. Igen, a barnaság meg a vízipipa, maga az az érzés, ami nagyon-nagyon szeretem. Igen. Úgyhogy talán ez a legjobb én nap. Jó, hát köszönöm szépen ezt a rengeteg hasznos infót, amit mondtál, mert tényleg ez az egyik kedvenc témám, ez a táplálkozás, meg a gyomrunk, meg ételek, életmód, szóval ez az, ami a leginkább foglalkoztat, és tök jó olyannal beszélni, aki ennyi tapasztalattal rendelkezik ebben, és ráadásul hasonló szemléletem van, mint én, mert az sem mindegy, hogyha... Ugye teljesen ellentétes a látásmódunk ebben, úgyhogy köszönöm szépen ezt a rengeteg infót, és remélem, hogy nektek is nagyon tetszett, és hasznos tippeket hallottatok Barbitól, és hát találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen még egyszer, Barbi. Én is köszönöm szépen. Sziasztok!